2015-ös költségvetés 140 millióval erősebb, nagyobb, mint a 2014-es költségvetés. Ez a többletpénzek, ezek főleg kommunál, illetve útépítésé és más kommunális területeknek a rendezésére lesz felhasználva. Ha nézzük azt, hogy az útaknak az építésére 140 millió dinárunk van, ez hát jelentős is, és nem is jelentős. Nagyon reméljük azt, hogy tartományi fejlesztési alapból még tudunk majd pénzeket lekérni. Februárban pályázat lesz kiírva, és erre a pályázatra a város mindenféleképpen jelentkezni fog. Remélhetőleg meg lehetne duplázni ezeket az összegeteket, így elég jelentős mértékben tudnánk növelni az útfelületeknek a burkolatát. Ugye? Szintén az elmúlt évek tapasztalata alapján megnöveltük a járdák karbantartását, kerékpárutak karbantartását, valamint a közterületekre a vízelvezetést. Sajnos ezek a pénzek mind nem elegendők ahhoz, hogy jelentősebb mértékben fel tudnánk javítani ezeknek az állagát, de mindenféleképpen a legkritikusabb pontokra fogunk összpontosítani, és legalább ezeket a munkákat elvégezni, és hát az elkövetkező években is erre összpontosítani, hogy ez ne maradjon le a többi infrastruktúrával, az infrastruktúrához viszonyítva. Ki szeretném hangsúlyozni azt is, hogy ugye minden téren ugye körülbelül maradtak a beruházási értékek, szóval a karbantartásra, meg az államnak a fenntartására maradtak a pénzek olyan mértékben, mint az elmúlt években, kivéve magának a közvállalatnak a funkcionálásra szükséges összeg, ami körülbelül 15%-kal kevesebb, mint a 2014-es év. Itt munkaerő csökkentésről és részszerűsítésről van szó. Beruházásokból, ami a városi költségvetésben lesz pénzelve, itt már említettem az út építéseket, az objektumokból a Talankúti Kultúrotthonnak a rekonstrukciónak a folytatása, Sándorhelyi közösségben a Trokadéroépület tetőszerkezetének a felújítása, Zsebniken a Kultúrotthon tető felújítása, a Jadrán épületénél a homlokzat egy részének a hát biztonságosá tétele, szóval nem itt egy komplet felújítás, mert egyelőre nincsen pénzünk. A Börze épület, ez a gyerekdiszpanzer szembeni saroképületnek a tetőszerkezetének a felújítása, valamint folytassuk a munkálatokat a videó felügyelés felügyelet bővítésére. Két részben fog ez történni, az egyik a közúti biztonság, a másik pedig az általános biztonság növelése. Napokban ki lesz írva egy közbeszerzési pályázat, ötletterv és főterv kidolgozására. Az ötletterv az átfogó lesz az egész város területére, a részletes terv pedig az idén előlátott összeghez mérve feldolgozni egy részletes tervet arra a részre, ahol ez a kivitelezés ugye el is lesz végezve. Szeretném kiemelni azt is, hogy a városi labdarúgó stadion világítása is az idén szerepel a költségvetésben, amint a város biztosítja a tervdokumentációt, az igazgatóság ki fogja írni a közbeszerzést, és remélhetőleg az idén ezt is magunknak ki tudjuk. A Városi Építési Igazgatóság fő koordinátora a színháznak az építésére. Jelen pillanatban folyamatban vannak a negyedik ütemnek a munkálatai, ami a régi védett épületnek a befödését és bezárását, illetve becsukását, nyílászárok elhelyezése, homlokzat befejezése és belül az installációk egy részének a kiépítése. Ugyanúgy februárban várható a tartományi fejlesztési alap által kiírt pályázatra is fog a
konkurálni, innen is jelentős összegeket szeretnénk lekérni, amennyiben ez lehet. Eddig ugye a tartom a város és a kultúrminisztériumból már 85 millió dinár elő van látva a színház építésének a folytatására, remélhetőleg itt tetemes összeg lesz még a tartományból is, és hogy ez alapján a szakcsapat által kiépített ütemterv alapján folytatnánk a munkálatokat, akkor az idén az annyit jelentene, hogy befejezni komplett a bérletrészt, teljes mértékben kívülről belülről, és folytatnánk az építést az új részen, ahol az idénre meg van célozva a tetőszerkezet és a homlokzat két, illetve három negyede.